Sziasztok! Ma itt vagyunk Fejes Viktorral a Vintage Gardenben, akivel most azt beszéljük meg, hogy mit is csinál egy hivatásos retusőr. Szia Viktor! Szia Bori! Mesélnél arról, hogy hogyan lesz belőled retusőr? Mit is jelent ez a fogalom, vagy ez a foglalkozás, és hogy te mit csinálsz? Amit én tulajdonképpen csinálok, ez egyébként nagyon egyszerű. Biztos emlékszel, mert mindannyian emlékszünk arra, amikor régen lőttünk negatívokat, elvittük, hogy azt előhívják, ott előhívta egy bácsi, visszaadta nekünk, és megvolt a képünk. Na most ezt komolyabb fotósok úgy csinálták, hogy elvitték, ott még dolgoztak rajta, sokkal többet, és megvolt az a kép, ami a címlapra került, vagy bárhova. Én ugyanezt csinálom, csak digitálisan. Úgyhogy a retusálás az őszintén csak ennyi. Akkor azt jelenti, hogy végül is reggeltől estig Photoshop az. Így is mondhatjuk, reggeltől estig ülök a sengemen, és Photoshop-olok így van. De hogy fotózol is, mert valahogy az én fejemben ez úgy történik, vagy legalábbis én csak olyan retusőrökkel találkoztam, akik fotóznak, és akkor a saját fotójukat rendbe rakják, vagy te nem, tehát te megrendelésre készíted. Nem, ez nagyon piszkál minket retusőröket, hogy gyakran vannak, akik azt mondják, hogy ők retusőrök, meg fotósok egyben. Aha. Na most a szakma az annyira kizárja egymást, ahogy mondtad, egész nap ülsz a számítógép előtt, és azon dolgozol. Hogyan tudsz ebben a két dologban profi lenni? Tehát ez nagyon nehéz. Általában, és nagyon csúnya lesz, azok a fotósok retusálják a saját munkájukat, akiknek nincs elég pénzük, vagy van idejük. Mert akiknek nincs idejük, vagy van elég pénzük, azok retusőröket kérnek fel, mert gondolj bele, a sminkelés sem a fotós csinálja. Felkérsz egy sminkes, mert ő ért hozzá. Pedig csinálhatja amúgy a fotós is, hogyha ráér, van pénze rá, tulajdonképpen. És tehát mégis hogyan indult a karriered? Először azért mégiscsak fotós voltál, vagy nem annyira? Na most, vagy hogy történik? Hát attól függ, honnan néz, mennyire megyünk vissza a múltba. Mert én 8 éves koromban, édesanyámtól megkaptam ezt a Photoshop nevű programot, ami akkor még a Photoshop 5-ös volt. Na most mindegy, hogy hol tartod az egész, ez már régen volt. És akkor ez nagyon tetszett nekem, én ezen dolgoztam, hogy ezt megtanuljam, de akkor nem nagyon volt olyan, hogy valahonnan retusálást tanuljak, tehát csak magát a programot. Később én elkezdtem fotózni, és a fotózásnál én megszerettem ezt a retusálás részt, és végül ott hagytam a fotózást, és csak a retusálással kezdtem el foglalkozni. Uh-huh. Na de térjünk át az izgalmasabb részére a dolognak. Azért, ha jól tudom, akkor nagyon izgalmas megrendelőid is vannak, vagy voltak, akiknek a fotóit kiszépíthetted. Erről mesélnél egy kicsit? Dolgoztam például Ed Sheerannel, Anthony Hopkinssal, McLemorékkal, vagy Zac Efronnal és hasonló celebekkel, hogy így mondjam. Valamelyik izgalmasabb, valamelyik kevésbé izgalmas. De és ilyenkor mit jelent, amikor dolgoztál velük? Tehát konkrétan velük tárgyaltál, ott voltál, amikor mondjuk lefotózták, vagy ezt hogy kell elképzelni? Csak kaptál egy nyersanyagot, és akkor abból kellett dolgozni? Ez egy jó kérdés, változó. Tehát, hogy van olyan, amikor velük dolgozom, tehát kapuk tőlük e-mailt, vagy telefonon beszélünk velük egy ilyen konferencia beszélgetésben, de van, akiről tehát csak így küldtek egy képet, és akkor ezt ki kéne retusálni. Tehát így össze-vissza van. És hogyan találnak meg? Meg miért éppen Budapesten keresgélnek egy ilyen fickót? Már bocsánat, ezt nem mint negatívum mondom, hanem tök érdekes. Csak Budapestet szóltad, de tehát nem számít. Végül is miért Budapesten? Nem, jogos a kérdés. Nem Budapesten keresnek engem. Tehát már kijutottam, hál' Istennek, olyan helyekre, és olyan fotósok ismerek engem, hogy már azért kerülök szájról szájra, és ezáltal nem Budapesten keresnek, hanem látják mondjuk az X fotósnak a képét, vagy az X celebről készült képet, és hogy ja, ki csinálta a retusálást. Utána néznek, megtalálnak engem, és akkor így megy ez tovább. Uh-huh. És mi most így az egyik legutóbbi munkád, amire büszke vagy? A legutóbbi munkám, amire büszke vagyok, ez egy jó kérdés, mert mindig elégedetlen vagyok a munkámmal, mindig ugye úgy vagyunk. Így van. Most legutára mondjuk, ami ilyen nagyobb dolog, Zac Efronnak a képein dolgoztam. Hogyha nagyon őszinte lehetek veled, és megígérjét mindenki, hogy senki nem mutatja meg ezt a felvételt a fotósnak, Zac Efron nagyon bamba képeket vágott azokon a fotókon, úgyhogy annyira nem voltam elégedett, de örültem, hogy legalább ilyenhez jutottam. Te, mint ugye, aki ebben a szakmában dolgozik, mit szólsz ahhoz, azokhoz a kritikákhoz, amiket állandóan titeket illetnek vele, hogy túl át vannak retusálva a fotók, és hogy ez már mű, és hogy nem a valóságot tükrözik, és hogy te erről mit gondolsz? Ez a kedvenc kérdésem a mai napon. Hogy őszinte legyek, az a helyzet, hogy amit észreveszel, az rossz munka. Tehát, hogy lehetőleg olyat nem veszel észre, ami egy jó munka. Maximum úgy veszel észre, hogy látod, hogy történt fel valami, de azért az úgy mégis jó.
De sok képet én lefogadom, hogy mindenki látott már, ami ez csak le lett fotózva, vagy eszébe se jutott, hogy ez retusálva van. Amikor eszünkbe jut, az egy rossz munka, és ezek, hogy őszinte legyek, gyakran a megrendelőtől jönnek. Tehát nekem volt, főleg ázsiai megrendelők azok, akik azt akarják, hogy minden nagyon tökéletes legyen, és nagyon-nagyon vékony legyen mindenki. Hogyha valaki szintén erre a pályára szeretne lépni, akkor mik az első lépések? Hol kezdje? Ne akarjon sokat aludni, ez az első. És hát, hogy hol kezdje? Őszintén az alapján, amit én megtanultam az egész retusálásból, az nem a retusálás. Tehát a retusálás része az, hogy leülsz és a programban dolgozol, az a legkisebb. És a legnagyobb része az, hogy megértsd, hogy mi az, amitől valami szép lesz. Hogy mi az, amitől valami szimmetrikusan néz ki, mi az, amiben kell egy kis imperfekció és ezek. Tehát tulajdonképpen azzal kell elfoglalni az embernek magát, hogy maga a kép, meg maga a látvány az mitől lesz szép. És hogyha ezen valaki el tud indulni, akkor tulajdonképpen elég jól tud fejlődni. És te így a retusálás világában van esetleg egy speciális, nem is tudom, téma, amivel mindig te foglalkozol, vagy ami miatt megkeresnek, vagy igazából ez a kutyától elkezdve a tájképig bármi lehet? Nem, van ilyen. Engem általában a portrék miatt keresnek meg. Tehát amik ilyen, mondjuk a címlapon a portrék, sokszor mondjuk férfiak, de tehát kevésbé a fashion, inkább ez az ilyen reklám és a reklám portré. Vagy... És mik így a jövőbeni terveid? Mi az, amit nagyon el szeretnél még érni? A jövőbeli terv, nekem nagyon sok megrendelőm van Amerikában. És mivel nagyon sok megrendelőm van Amerikában, én azt érzem, hogy az a legegyszerűbb, ha az én cégemet, azt kiviszem Amerikába, és ott folytatom. Tehát, hogy jelenleg ugye vannak alvállalkozóim, akikkel együtt dolgozunk, én ezt szeretném bővíteni, hogy egy olyan, tegyük fel, egy olyan 10 fős, ilyen posztprodukciós stúdió legyen, ami kint mondjuk New Yorkban vagy Los Angelesben van. Hát nagyon sok sikert kívánok neked ehhez, és reméljük, hogy még sokszor találkozunk a fotóiddal. Sziasztok! Cast me far away.